Tudomány és romantika ritkán találkoznak. Nem tudom, hogy a csillagászatban van-e még romantika, de mindjárt megtudjuk. Sárnecki Krisztián 39 éves csillagász. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának munkatársa, számos kisbolygó felfedezője. A Magyar Csillagászati Egyesület tagja, az Üstökös Kutató Szakcsoport vezetője, a Meteor folyóirat rovatvezetője, tanár. A Pannon Csillagda kutatás vezetője. Kislánya 3,5 éves. Tehát nős is. Jó estét! Szervusz, jó estét, köszönöm kívánok. Szépen, hogy eljöttél. Szóval romantikus műfaj még a csillagászat? Igen, én szeretném hinni, hogy romantikus, de talán egészen másképp működik már, mint ahogy egy kívülálló, egy hétköznapi ember gondolná. Elmeséltek egy történetet? Igen. Mi telefonos kommunikáción kapcsán hívtam Krisztiánt, hogy egyeztessünk időpontot, mikor jön hozzánk. Délután hívtam, mondta, hogy most ébredt föl, és akkor mondom, persze, hát a csillagász az nyilván éjszaka viraszt, ül a távcső előtt, és akkor napközben alszik, mondta, nem a kislányával együtt aludt. Ezt így értem, de akkor ebből az is következik, hogy én hülyeségeket gondoltam, mert hát a csillagász éjszaka nem viraszt, és nem ül a távcső előtt, mert már minek tenni, hisz mindent tudunk, ami távcsővel látható. Nem, ez nem. Ennél azért bonyolultabb a képlet. Egyrészt azért vannak még virasztó csillagászok, csak nem állandóan, hanem csak időszakosan. Főként azért van, mert annyi információt tudunk begyűjteni mondjuk egy hétnyi távcsőes megfigyelésből, amire szinte a hónap maradék 3 hete is kevés. De valójában nagyon átalakult a csillagászat. Rengeteg űrobszervatórium van, amelyekről ugye megkapjuk az adatokat. Tehát és hát az adatelemzésé matekkel, fizikává vált? Hát igen, meg de nincs már ez az éjszaka-nappal ritmus. A másik, amit talán nem is gondol az ember, hogy hát kényelmesek vagyunk azért mi is. És nagy divat ugye manapság már, hogy például európai csillagászok letesznek mondjuk Ausztráliába egy automata távcsövet, az interneten keresztül vezérelhető. És akkor bemegy szépen reggel 9-kor a csillagász a munkahelyén, rá mondjuk Németországba, Ausztráliába szépen sötétedik, egy monitoron bekapcsolja a 20.000 kilométer alvélő távcsövet, szépen, és délután 5-kor, amikor megy, hogy indul a gyerekére az oviba, akkor ott világosodik Ausztráliába, szépen bezárja a kupolát interneten keresztül. De tényleg akkor reális a kérdés, és hol van ennek a romantikája? Hát például én ezért foglalkozom mondjuk a kisbolygókkal, mert a felfedezésnek az öröme és talán romantikája az még mind a mai napig létezik. Tehát ebben a nagy számítógépesítésben minden komputerek meg szoftverek ellenőriznek, az intuíció az emberi agynak bizonyos jelfelismerő képességeit mind a mai napig nem tudják a számítógépek pótolni, és ezért szükség van az emberre. Kisbolygót például hogy fedezel fel? Úgy, hogy kalkulálsz, hogy ott valaminek illene lennie, vagy konkrétan meglátod? Vannak területek az égen, ahol előfordulnak ezek az égitestek, és én azokat a területeket figyelem, de előre nem tudom, hogy van olyan felvétel, amin egy sincs, van olyan felvétel, amin meg 5 van, mert ugye össze-vissza oszlanak el, és akkor képeket csinálok az égboltról, felvételeket, én magam állítom be, hogy az égnek mely részén, hogy miként, milyen ritmusban készülnek ezek a felvételek, és akkor ezeken keresem a mozgó égitesteket. Ugye ez a magyar nyelvben, ez a bolygó, ugye a bolyongás szóból nagyon szépen utal erre, tehát akkor a csillagok között ezek bolyonganak, mozognak ezek az égitestek, és akkor a mozgást veszem észre, egyfajta filmet csinálok a felvételekből, akkor szépen a csillagok között haladnak. És akkor jön ezek az elemzés, látta-e már valaki, tud-e pontosan, róla valaki? Igen, és ez egy olyan hosszú nyomozási folyamat kezdődik, és olykor évek, vagy akár évtizedek is eltelhetnek még az első megpillantástól, ugyan véglegesen bekerül a csillagászok nagy adatbázisába. Az, hogy magyar nevek szerepelnek a kis bolygók között, az a magyar csillagászoknak, nevezetesen a te fedezett fel például neked köszönhető? Igen, döntő részben nekem, de van számos olyan kisbolygó, mondjuk például a Petőfi, vagy a Bartók, vagy a Kodály kisbolygó, amit külföldi csillagászok a saját maguk által külföldön felfedezett kisbolygóknak adtak, mert ők vannak ennyire híres magyarjaink, hogy még külföldiek is veszik a fáradtságot, úgymond, hogy elnevezzék. A legizgalmasabb szerintem területek egyike, amikor mentek vissza a múltba. Ugye? Ma már egészen messzire elláttok a múltba, ami nekünk jelen idő, mert most látjuk a 13 milliárd évvel ezelőtti fényeket és mindenféle fizikai jeleket a világűrből. Mi van, ha mélyebbre juttok? Ugye azt feltételezitek ti tudósok, hogy 13,5 milliárd éves az, amit ma látunk a fejünk fölött. Mi van, ha eljuttok oda? Mit láttok? Mit vártok? Egyáltalán el tudunk jutni tovább? Nem, a kezdetig sose fogunk eljutni. Azt nem fogjuk így közvetlenül meglátni. Azért szeretnék még mélyebbre látni,
Hát még néhány százmillió évet kéne, ez a legnehezebb, tehát hiába látunk már 13 milliárdra, ez az utolsó szakasz, ez a legnehezebben áthidalható. Igazából mi a galaxisok, tehát a tejút, amiben mi élünk, azoknak a kialakulására vagyunk nagyon kíváncsiak, hogy hogy kezdődött a legalapvetőbb építőkockáknak a kialakulására. Vagyunk kíváncsiak, és ezért készülnek most óriási ilyen milliárd dolláros beruházással 30-50 méter átmerő távcsövek, meg ugyanilyen összegben speciálisan űrtávcsövek, hogy végre ezt a kezdeti lépést lássuk, hogy hogy kezdett kialakulni az a szerkezete a világegyetemnek, amit most ismerünk. Ugye ezt úgy képzeljük, hogy minél messzebbre, minél mélyebbre látunk el, annál messzebbre látunk időben is, hiszen a fény terjedéséről beszélünk alapvetően. Igen. A csillagászat az valójában egy folyamatos időutazás, hiszen már mondjuk a Holdnak is az egy másodperces, a Napnak a 8,5 perces múltját látjuk, és hát aztán távolabb. De akkor a teremtés pillanatát, vagy másképpen az ősrobbanás, vagy ahogy tanítják, a nagy bum pillanatát, igen, keresitek, vagy azt oda próbáltok a legközelebb férkőzni. Igen, de maga a nagy bumnak a jele, az ugye úgy hívjuk, hogy ilyen kozmikus háttérsugárzásban mutatkozik meg, ugye abban, hogy ha kinézünk a világűrbe, akkor ugye, ha nem lenne egyáltalán ugye semmiféle energiaforrás, akkor úgymond nulla foknak, nulla Kelvinnek kéne lenni, tehát mínusz 273 foknak. De nincs így, ha megmérjük a világegyetem hőmérsékletét, csak úgymond belemérjük a semmibe, az abszolút nulla. Az azt jelenti, hogy nincs semmi. Igen. De mégis olyan kicsit több, mint 2 Kelvines a világegyetem. Tehát csak mínusz 271 fokos mondjuk. És ez a nagyon pici, ez még mindig a maradványa, még mindig az ősrobbanás kori elvben, ugye a végtelen nagy forróságnak, az azóta hüllő világegyetemnek a hőmérsékletét látjuk, az ősrobbanást azt így kutatjuk. Amit mi tényleg még szeretnénk visszanézni néhány százmillió évet, azt mondom, az már az a, amikor már anyag, tehát a sugárzásból már anyag lett, és az anyagból elkezdtek kialakulni azok az építőkockák, a galaxisok, amik ma a fő, úgymond építő elemei az univerzumnak. Honnan tudjátok, hogy mit láttok? Nem tudjuk. Tehát, hogy honnan tudjátok, hogy 13 milliárdnál járunk, és nem 13 milliárd 416-nál? Az a legvalószínűbb, hogy ott járunk. Tehát az a legvalószínűbb. Vannak különböző fizikai törvények, amelyekről úgy gondoljuk, hogy jók, mert működnek, le vannak tesztelve, többszörösen, sokszorosan. A relativitás elmélet például azért nagyon népszerű 100 év óta, mert rengeteg próbát kiállt az elmúlt 100 évben. Einsteinnek az elmélet egy csomó olyan dolgot megjósolt, ami akkor még nem volt ismert, és ahogy ezt felfedezték az elmúlt 100 évben, mind-mind belepasszolt, illet rá, tehát ezért szeretjük például. Ezeket többszörösen letesztelt elméleti dolgok, de 100%-ig nem lehet, dőreség is lenne kijelenteni, nagyon nagy önhittség lenne kijelenteni, hogy 100%-osan biztosak vagyunk valamiben. Szoktál gondolkodni, legalább te, aki érted, hogy ez a dolog ez hogyan működhet? Hogy, és mi van, ha eljutunk egyszerre? Tehát mi van, ha sikerül építeni olyan távcsövet is, kijutatni a világűrbe, mert még jobban látunk, amivel tényleg eljutunk oda, hogy hoppá, akkor mi van? Hát akkor megtudunk egy dolgot a világegyetemre, egy kicsi részét, de még olyan sok mindent, annyi mindent nem ismerünk. Tudom, hogy általában ez foglalkoztatja legjobban az embereket, hogy a világegyetem meg a keletkezés, és ha ez megvan, akkor majd a végére értünk, nagyon nem fogunk a végére érni. Rengeteg hát olyan részlet kellett, van. Hát legyen valami, hogyha az ősrobbanás igaz. Előtte, meg a világegyetem mai működésében is még annyi mindent, még itt a közelünkben, még a naprendszerben is vannak olyan bolygók, folyamatok, aminek a működéséről még vita van, nem értjük pontosan, hogy van. Úgyhogy ez... Amikor olyanok épülnek, mint a Pannon csillagda a Bakonyban, vagy amikor piszkéstetőre el lehet menni, és meg lehet nézni, hogy dolgoznak a kutatócsillagászok, akkor az nagyon a mi számunkra, a hozzá nem értők számára népszerű nyelvre lebutított változata a csillagászok napi életének? Tehát, hogy akkor belenézünk, és akkor itt elfordítjuk erre, ezt látjuk, hát egy csodát, sokkal többet láttok. Le van ez egyszerűsítve nekünk nagyon? Én remélem, hogy annyira azért nincsen talán, tehát nem az egyszerűsítés, hanem vannak olyan dolgok, amiket úgymond laikusként is lehet élvezni. Tehát a Napnak a megfigyelése az egy 400 éves távcsöves megfigyelés, ez egy 400 éves történet. Ugye az ősrobbanás megfigyelése az sokkal fiatalabb. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek egy 400 évvel ezelőtti ember abszolút nem tud többet, mint majd laikus, amit megtan az iskolában, ugye ez természetes. Tehát mi azokat a dolgokat mutatjuk meg, ami egy laikus számára is úgymond élvezhető, egy napnak a megfigyelése,
az esti bemutató, hogy mondjuk egy napkitörés. De hát most akkor igen, látjuk. Igen, és akkor ott meg lehet látni, és annak a folyamatait ezt el lehet magyarázni, de mindenképpen a valóságot szeretnénk egy ilyen bemutató központban, egy csillagvizsgálóban átadni, úgyhogy az közérthető is. Téged mi vonz, ha kutatási területeket keresel magadnak? Nyilván nem az ősrobbanás kutatott, hogyha kisbolygókról beszélünk, mert azért az egy másik világ. Igen, az engem egy egész közeli rész. A felfedezésnek az öröme vonz. Ez nem tudom, hogy ki dolgozatnál, vagy ez nem biztos, nem csak biztos, hogy tudományban van, ez nem tudom, ismerünk kincskeresőket, hajóroncsvadászokat. Biztos vagyok benne, hogy a legszebb pillanat nekik is valószínűleg már mondjuk nem az, amikor kutatnak, vagy amikor kiemelik, hanem amikor megtalálják azt a keresett, nem ismert dolgot. És szerintem a kollégáimnak a többségét, még ha valaki egy elméleti problémával is foglalkozik, akkor ott mondjuk megtalálni egy olyan képletet, ami leírja mondjuk, hogy egy csillag az miként pulzál a belső energiatermelése miatt, tehát hogy változtatja a méretét. Szerintem az pont ekkora öröm. Ha találsz valamit, kit hívsz először, a feleségedet vagy a kollégádat? Hát ki az első hír, hogy ez új? Ez ki? Hát a családom, a feleségemet hívom. Tehát mondjuk amire... Érti mindig, amiről beszélsz első örömödben? Igen, illetve ha nem, akkor abszolút hitelesen úgy csinál, hogy igen. Ugye, amire én most még nagyon vágyom a kisbolyók mellett, az egy üstökösnek a felfedezése, és mondjuk ha meg lenne, akkor biztos, hogy őt hívnám. Buta kérdés, mert nyilván igen, de azért megkérdezem, tudod, hogy hol keresed? Hogy hol érdemes... Azt, hogy hol érdemes, azt igen, de hát ez egy nehéz dió. Most már 15 éve dolgozom, és ez még nincs meg, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon nagy öröm lesz. Rengeteg kisbolygót találtál. Hány kisbolygó fűződik a nevedhez? Hát 1000 fölött van most már az annak. Hát egy üstökös ezek után jár. Hát én is most már úgy vélem. Kívánom neked. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a figyelmüket. Továbbra is szép estét kívánok, meg azt, hogy egy hét múlva legyenek ismét kíváncsiak a húzósra, addig az interneten is megtalálnak minket. Könyv is készült már a műsorban, azt is olvashatják. Jó estét, viszontlátásra!